Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napon egy olyan fehérvári helybéli fiatal embert szeretnék bemutatni, aki hihetetlen megszállottsággal, fanatizmussal sportol, és persze más embereket is megmozgat. Ő tényleg egy igazi kemény legény, akinek vajból van a szíve. Molnár Attilát köszöntöm, szia! Szia! Nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk ide a fehérvári beszélgetésekbe. Ismerjük egymást régóta, sportmajálisokról is, nézegettem a Facebook oldaladat, mikor készültem a beszélgetésre, és láttam azt a sportot, amit te művelsz, van egy csomó kép, csomó videó az edzésről. Ez egy elképesztő kemény sport, tehát nem csak idézőjelben mondom, kondizgattok, lementek a terembe, fekve nyomtok, hátasztok, hanem tényleg ugráltok magas zsámolyokra, utána rögtön súlyzóztok, futtok, megint lenyomtok egy csomó fekvőtámaszt, elképesztő súlyokat utána rögtön kinyomtok. Mi ennek a sportnak a neve? Amiről most te beszélsz, ez a CrossFit, ugye ezeket az edzéseket tartom én. Jelenleg amiben versenylek, az az olimpiai súlyemelés. A kettő az nagyon szorosan összekapcsolódik, azért, mert a CrossFitnek egy ilyen nagyon nagy hányada, szerintem körülbelül 60%-a az olimpiai súlyemelésre épül, és az annak a kiegészítő gyakorlataira. Aha. Hogy a nézők el tudják ezt képzelni, aki nincs képben esetek CrossFit kapcsán, mert mostanában rengeteg ilyen angol nevű újkeletű sportot lehet hallani, és szerencsére Fehérváron is profi szinten művelitek. Ugye pont azért mondtam a sport járést, aki kiszokott látogatni május 1-én a Bregyóba, ott konkrétan minden fehérvári sport egyesületet megtalál benneteket is, és ott kaphatott ízelítőt. De aki nem volt kint, akkor mondjuk el, hogy néz ki egy ilyen edzés? Miket csináltok? Hogy néz ki egy gyakorlatsor? Ez, hogy is mondjam, úgy hívjuk, hogy magyarul funkcionális edzés. Ugye a lényege az, hogy egy gyakorlat több izmot mozgat egyszerre, ugye ettől funkcionális. És mint ugye az olimpiai súlyemelés, hogyha el tudjuk képzelni, ugye egy felvétel, abban van ugye egy elemelés, egy guggolás, egy kilökés, szóval tényleg szinte minden izom dolgozik egy-egy gyakorlatnál, és ugye ezeket az elemeket vegyítjük még kettlebell, esetleg tornász elemekkel, és bármilyen más sportággal, akár evezés, úszás, futás, tényleg amire, akinek lehetősége van. Mert például egy fitparádés versenyen volt, hogy volt úszás, evezés, szóval biciklizés, szóval tényleg bármit össze lehet kapcsolni. A lényeg, hogy ez egy nagyon komoly erőléti állóképességi sport. Elképesztő egyébként. Igen, amivel sokan összekeverik, vagy úgymond az ilyen testépítők, hobbi testépítők például megmondják, hogy ugye a testépítésre jobb a testépítés. Ami igaz, én ebben sose szoktam vitatkozni azért, mert a CrossFit nem a testépítésről szól, hanem a funkcionális képességeknek a fejlesztésére. Tehát az állóképesség lesz, hajlékonyság, gyorsság, robbanékonyság. Igen. És erről szól a CrossFit, nem arról, hogy nem hogy konkrétan... Olyan izmai legyenek, mint a Schwarzeneggernek. Pontosan, konkrétan nem arról szól, arról valóban tényleg jobb a testépítés, a CrossFit ez teljesen másról szól. Az, hogy azért egy komoly fizikumot el lehet érni vele, az mondjuk úgy, hogy mellékhatása. Igen, az a mellékhatása neki. Igen. Amit én láttam egyébként visszatérve a bregyós majálisra, hogy például megfogott valaki, mint 50 kilót, az kinyomta a válla előtt 10-szer, utána elkezdett ugrálni ilyen elképesztő magas zsámolyra, mit tudom, az is 10-szer, utána rögtön ment, tehát megállás nélkül húzóckodni, utána, nem tudom, kézzel járt, csinált fekvőtámaszt, utána, mit tudom, kettlebellezett, aztán megint nyomta ki, és majd fél órán keresztül ezt kibírni, nagyon brutális állóképesség. Igen, nagyon magas intenzitása van ezeknek az edzéseknek, ugye ezeket a gyakorlatokat, amiről te is beszélsz, vodoknak hívjuk, workout of day, ez a napedzés, úgy hívják, ez akár lehet csak 3 perc, lehet mondjuk 10 perc, 15 perc, 20 perc, fél óra, ez attól függ a súlyoktól és az intenzitástól, hogy ki mit és hogyan fog végrehajtani. Meg nyilván, ugye nem tagadom a nézők előtt, hogy hát azért férfi szemmel is néztem, voltak ott hölgyek, tehát nem kell megérni a férfiakat, a hölgyeket, és elképesztő, olyan alakja volt a lányoknak, hogy az valami hihetetlen. Igen, ez azért szokott lenni, mert rengeteg a lábedzés nálunk. Uh-huh. Szóval az kihagyhatatlan az edzésekből. Én azt szoktam mondani nálunk edzés, hogy minden nap lábnap, mert nagyon erősnek kell lenni, de hát ugye itt általában nem a láb, ami a legerősebb, hanem a törzs. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy az egészséges élet szempontjából, hogy ugye a hátizmok és a gerinctartó izmok nagyon erősek legyenek. És hogy itt a sok emeléstől, húzóckodástól, lendítéstől nagyon meg fog erősödni, és volt már rá példa nálunk is, hogy ilyen hátfájósok kijavultak a hátfájdalmakból, pont emiatt, hogy ugye erősödött szépen a hátuk. Kettlebelltől már hallottam olyat is, hogy gerincferdülés egy kicsit
javult. Na, ez viszont jó alatt, és remélem, hogy a nézők is akkor esetleg, hogyha... Igen, meg ugye, a másik, amire nagyon valamit. Odafigyelünk edzésen, ugye a bemelegítés és a nyújtások. Amit elhanyagolnak általában. Amit nagyon sokan elhanyagolnak pontosan. Igen. Itt ez elkerülhetetlen, már csak azért is, mert laza izomzat nélkül, laza ízületek nélkül ezt a sportot nem lehet nagyon művelni. Persze. Ugye akárha csak egy sima átlag guggolásra gondolunk, egy súlya való guggolásra, ugye, hogyha nem elég laza a csípő, boka, akkor nem fogunk tudni normálisan legugolni. Persze. Maradjunk a jelennél. Ez az egyik, ami az életedet kitölti, de van még más sport is, ugye te több mindenben jeleskedsz sportokban, és majd beszélünk a múlt béli nagy-nagy sportodról. Mi az, amit még csinálsz, mondtad itt adás előtt, hogy belekóstolsz ebbe abban? Igen, igen, most perpül még az erős ember edzések. Tehát ez a brutál súly emelgetése, meg hát, amiket látunk a tévében, ezek a betontomlok cipelése. Igen, most ugye brutál súly mindenki, amire képes, ugye nálunk is vannak kisebb és nagyobb súlyok is. Itt az erős ember edzés, főleg a gyakorlatok végrehajtásáról szól, ugye itt nem súlyzókkal, súlyokkal, és nem mondjuk csigásgépekkel edzünk, hanem ugye vannak eszközök, ugye, amiről te is beszélted, hogy kőgolyók, kofferek, lengősúly, ott tényleg az, ami... Ez úgymond tényleg így kell azért egy komoly technikai tudás, meg ugye az erő, mert mondjuk egy kőgolyón nincsen semmiféle kapaszkodó, hát, hanem azt meg kell tanulni, hogy kell felvenni, és hogy kell mondjuk egy bizonyos magas. Centiméter fölött. Az hány kilót tettél fel legutoljára mondjuk bizonyos centiméterre? Hát legutoljára, jól emlékszek, a 120-as golyót tettem föl, az igen. De a 135-ösat is már sikerült. Az igen. Hát olyan egy méter... Hát gyönyörű. Hát eleve megemelni, tehát tényleg nincsen fogása, tehát az tényleg nem úgy van, oda megyek, erős vagyok és átadom, tehát kell egy technika. Pontosan, hozzá. Meg ugye van nálunk nagy traktorgumi is, szóval itt az erős ember edzésekben minden eszköz másabb egy kicsivel. Uh-huh. Szóval valamilyen szinten lehet egy alapot hozzá szerezni, viszont általában azzal az eszközzel, amivel folyik a verseny, azzal kéne gyakorolni, mert ugye mindent egy kicsit máshol van a súlypontja, másképp kell megfogni, szóval tényleg egy kicsit ott minden eszköz más, és ezért mondjuk azt, hogy nem lehet azért normálisan úgy készülni rá, hanem mindig napra késznek kell lenni ebbe. Persze. Menjünk vissza kicsit a múltba. Volt egy nagy szerelmed a múltban, ugye ez nem más, mint a box, de akik ismernek, igen, sokan tudják. Érdekel, hogy miért kezdted el a boxot? Ugye mondják, vagy legalábbis olyan sztorikat hallottam, a boxot két dolog miatt kezdik el. Beiratják a szüleim, mert nagyon rossz a gyerek, nem bír magával, hadd boxoljon, hadd kapjon pofonokat, meg hogy lekösse az energiáját. A másik pedig az pont az energia lekötés, hogy annyira sok energiája van valakinek, hogy mondjuk boxedzésben levezeti. Nálad hogy történt ez, hogy pont a boxnak álltál neki? Nekem egy harmadik verzió volt, na, volt egy kis túlsúlyom. Aha. Ugye akkor végeztem a középiskolával, volt egy focisztam, akkor még a dinnyesi csapatban, akkor eltört a bokám, ugye gipsz, mozgás, ilyen, stb. Följött egy pár kiló. Volt egy barátom, Sudár Gábor, aki már akkor boxolt, és mondta, hogy hát a boxsal jól le lehet fogyni. Hát biztos mondjuk. Hát akkor is azért mindig is tökös gyereknek tartottam magam, most is, akkor is. A box az tényleg egy férfias sport, mert ott tényleg oda kell állni, ott muszáj bizonyítani. Így van, így van. És ugye annyira belelendültél a boxba, hogy nagyon-nagyon szép eredményeket értél el, aminek egyébként gyümölcsét lehet itt látni az asztalon, hogy amit meg is tudunk majd mutatni a kedves nézőknek, hogy hoztál magad, de hogy hívják ezeket? Öveknek hívják, igen, ezeket? Igen, bajnoki öveknek. Bajnoki övek, igen. Hogy erről mesélj nekünk, hogy milyen eredményeket értél el a boxban. Ugye az hozzátartozik, hogy én 20 éves voltam, amikor elkezdtem boxolni. Voltak jó páran, akik egy kicsit így visszahúztak azzal, hogy ennyi idősen már minek kezdek el, mert úgyse lesz belőlem semmi. Hát ugye ennek ellenére van két magyar bajnoki övem, aminél volt egy címvédés is, vagyis három magyar bajnoki címet, háromszoros magyar bajnokként ülök most itt. Van egy WBF nemzetközi bajnoki cím, azt azért tartom nagyon értékesnek, mert idegenben, vagyis Belgiumban a címvédőt sikerült, szóval ez nem betöltetlen cím volt, meg nem olyan címmeccs volt, ahol én voltam a favorit, hanem úgymond pofozó gépként vagy bokzsákként kivittek, hogy majd kikapok, de hát ugye aztán nagyon nem így volt. Igen. Szerencsére akkor jól sikerült a felkészülésem, úgymond az ellenfél is verhető volt,
Persze. Szerencsére én nem. Igen. Meg van még egy csomó, mondtad, hogy ami éppen a kezedbe akadt, leakasztottad, de még van otthon, mondtad bőven, hogy van még rengeteg más sportból is érmed, ami szintén látható itt az asztalon. Van azért ilyen kettlebell sportból is, ilyen sportfeszteken elindultam, hát azok legfőképpen úgy voltak, hogy szóltak, hogy hát van itt kettlebell ezzel, nem van itt egy ilyen verseny. Nézzük. Elindultam, aztán megnyertem. Akkor, ez csak ugye, így megy. Amikor az ökölvest én abba hagytam, akkor már úgymond funkcionális edzés csináltam a felkészülésre, vagy a meccsekre, mérkőzésekre való felkészülésre, viszont akkor még a crossfitről nem is nagyon hallottam. Volt egy egész jó kis állóképességem. Az egyik kollégánk, aki most az egyesületemnek is a szerves része, Kis Balázs Sanyi, elhívott, pont 6 éve volt ez a verseny, elhívott egy csapatversenyre, ahol harmadikak lettünk, és ez úgymond meg is fertőzött engem, és utána gondolkodtam, hogy hát jó lenne egy ilyen termet csinálni, ahol ilyen edzéseket lehetne. Akkor lettem kapcsolatban ugye először a súlyemeléssel, mert mondta, kérdeztem, hogy milyen gyakorlatok lesznek. Hát lesz egy, hogy a földről ki kell nyomni fej fölé 60 kilót 5-ször, és akkor 5 perc alatt felváltva, hányszor megy. Hát mondom, jó, próbáljuk meg, hogy egyáltalán egyszer ki tudom-e nyomni. Hál' Istennek sikerült, és akkor utána elkezdtem ugye ezekre a versenyekre is felkészülni. Uh-huh. És rá egy évre már nem a legelső osztályt, nem a legerősebb, a más, úgymond MB2-ben már megnyertem az év legnagyobb versenyét. Következő évben ugyanezt a versenyt megint, vagyis címvédést tudtam csinálni. Hihetetlen. A boxot egyébként miért hagytad abba? Tehát meguntad, vagy volt valami oka, hogy abba hagytad a boxot? 31 volt, amikor az utolsó meccsem volt, ez pont ugye a nagyváltos új cím védő mérkőzés volt, hogy címet sikerült védenem, viszont akkor ugye 2012-ben alakítottuk meg ezt az egyesületet, és ugye a termet, ahol most is vagyunk jelenleg. Én úgy gondoltam, ugye én Budapesten jártam föl edzeni, viszont úgy gondoltam, hogy a saját edzéseim, inkább koncentrálok az egyesületre, mint hogy a saját edzéseimre, mert már ugye elmúltam 31 éves, úgy gondoltam, hogy nem, lehet, hogy még volt bennem egy pár meccs, lehet, hogy még lettek volna eredmények, de már így pont azért, mert nem volt időm Pestre följárni, már így lefele szálló ágba volt nálam ez az egész. És akkor inkább koncentráltam az edzés tartásra, és ugye a teremre, a sportegyesületre, hogy ezt próbáljuk meg minél magasabb szintre vinni. Hál' Istennek ez sikerült is, és ugye legfőképpen ez volt az oka. Akkor elkezdtem ugye boxedzéseket tartani, ugye egy másik egyesületnél is, előtte voltam edző, és ugye most utána elkezdtem a sajátomat. Volt, hogy egy kis ideig kellett szüneteltessem a boxedzést tartást, most elkezdtem megint. Hát ilyen kis létszámba csak ilyen hobbi boxolókat. Igen, tényleg ilyen nagyon baráti hangulatban mennek, kis technikai dolgokat gyakorlunk. Egyébként a fiatalokat, meg a középkorokat mennyire lehet megmozgatni? Ugye mostanában rengeteg cikk szól arról, hát azért még van itt a tennivaló Magyarországon a fiatalok sportja, meg a középkorok sportja kapcsán. Te mit tapasztalsz egyébként? Én úgy gondolom, hogy a középkorokat, azokat könnyebb rávenni a mozgásra, igen, mint a fiatalokat. Hát mondjuk főleg erre a jellegűre, mert az a helyzet, hogy ez nagyon kemény sport. Voltak már olyanok, akik egy-egy edzés után többet nem jöttek, mert tényleg itt, mivel mondtam, hogy ugye minden nap lábnap van, általában az emberek nem most a gyerek. Nagyon szoktak lábra edzeni, és tényleg, amikor egy 3-4-5 napig nem tud leülni a WC-re se, az ugye elég komoly visszatartó erőnek tud lenni, viszont a felnőttek, úgymond a 25-től 35 és akár még fölött is, ugye föl tudják fogni azt, hogy a fitség nagyon fontos, és ugye az egészségük érdekében kell sportolni. Én nem azt szoktam mondani, hogy hozzánk gyertek, hanem menjetek bárhova, akárki, ott a szomszédos Halesz parkba, menjetek ki futni, ott vannak az ingyenes edzőparkok, mindegy, csak edzenek, mert rengeteg betegséget lehetne megelőzni azzal, hogy mondjuk hetente kétszer-háromszor csak elmegy futni. Persze. Ez így van. Amiről még érdemes beszélnünk, hogy te dolgozol ugye az éjszakában is,
azt is látjuk mindig a közösségi oldaladon, ott különböző diszkókban, hogy a biztonsági személyzetet is erősíted, nyilván minden adottságod megvan ehhez. Ott mit tapasztalsz az éjszakában, milyen állapotok vannak egyébként? Tehát, hogy ha nézi valaki szülő, és mondjuk egy hiteles embertől szeretne kérni információt a mostani éjszakai életről, a diszkók életéről, hogy elmerje engedni a szülő a gyermekét ilyen szórakozó helyre, vagy nem merje engedni a gyermekét, hogy mik vannak ott? Hát figyelj, most nem másabbak a körülmények, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Maximum annyi, hogy sokkal előbb hívnak a renitensek rendőrt. Ugye régebben én úgy tapasztaltam, hogy még tökösök voltak, amikor ugye bent megcsinálták a balhét, és ugye kilettek hajítva, kaptak egy-két pofont, maximum lógották az orrukat, és hazamentek. Elismerték a vereséget, most viszont nem is kell még egy pofont csak kiosztani, ahhoz, hogy kihívják a rendőröket. Ugye ennyi szerintem a különbség. Ivászat területén szintén a Vörösmarty Rádióban jó témaként szokott nekünk szolgálni a reggeli járatban, hogy fiúk vagy a lányok isznak többet szórakozó helyen, és többen elmondták egyébként, hogy most járnak, hogy a lányok is elég szépen sajnos a fiatal lányok felzárkoztak. Igen, a fiúkhoz. Fogyasztanak. Hát nem azt mondom, hogy rendszeres szokott lenni a szórakozó helyeken, hogy ugye eszméletlen lányok vagy fiúk mindegyik előfordul, nem mondom, hogy minden hétvégén, de azért úgy valaki elkezdi sokszor, nem hagyja félbe. Persze. Mondjuk inkább így. De mondom, olyan nagyon nem nagy a különbség a régi és az új idők. Hát ugye csak az, hogy valamikor nem csak alkohol fogyasztanak. Persze. Mi volt eddig, vagy volt-e már mondjuk ilyen nagyon-nagyon veszélyes vagy rázós helyzet így az életedben, akár az éjszakában, akár máshol, hogy mondjuk a boxos múltadat, vagy tényleg ezt a fajta testi adottságodat mondjuk használni kellett volna élesben? Elő szokott fordulni, főleg így az éjszakában, de ugye pont ezekből szóval nem kér senki a rendőrségi ügyekből, ezért azért kultúráltan próbáljuk ezeket a dolgokat elkerülni, úgyhogy annyira komoly helyzetbe hál' Istennek még nem kellett kerülnöm, de amikor meg oda kerültünk, akkor azért meg tudtuk mindig oldani. Na, ez viszont jó hallani. Tudom, hogy rengeteget jótékonykodsz, szerveztek, ugye említettük, szóba került már ugye a HALESZ, hogy ott szoktatok jótékonysági rendezvényeket is szervezni. Beszéljünk erről egy kicsikét. Igen, az pont egy éve volt, ugye október 16 volt az első, akkor a gyermeksebészetnek gyűjtöttünk adományokat, akkor is ugye egy erős sporttal kapcsoltuk össze, ugye erős ember verseny volt, és a Skót felföldi játékok. A második a mentősöknek gyűjtöttünk, az ugye idén volt május második hétvégéje, és jövőre ezt meg fogjuk ismételni, ugye lenne a harmadik, most a szülészetnek szeretnék majd gyűjteni, és akkor megint ilyen szép kis sportprogramokkal szeretnénk az egészet összekapcsolni, és ugye természetesen minél több pénzt összegyűjteni majd. Beszéljünk pont a szülészet kapcsán, a jövőről ez lett volna a következő kérdés, hiszen lassan sajnos a műsor végéhez érünk, nagyon hamar elmegy ez a 25 perc a fehérvári beszélgetésekben, hogy miért pont a szülészetnek gyűjtötök? Hát igen, ez egy nagyon nagy boldogságom nekem, és nem csak nekem, hanem szervező társamnak is, Vas Istvánnak is, hogy gyermekáldás elé nézünk. Szuper. Hál' Istennek nekem januárban. Én úgy tudom, hogy ők egy ilyen körülbelül 2 hónappal előttünk járnak, de ugye mind a kettőnknek aktuális most ez a kérdés. Pont a múlt héten voltunk benne a szülészeten, ugye körbe járni, van egy ilyen kis körbejárás. A szülésznővel elbeszélgettünk, és ugye neki is megemlítettem, hogy szeretnénk őket támogatni, és azt nagyon örült neki, természetesen még a főorvos úrral még majd kell egyet egyeztessek, de biztos, hogy nem fognak elzárkozni. Elmondta, hogy milyen fejlesztéseket szeretnék csinálni, úgyhogy szeretném azt, hogy ez nekik minél előbb létesüljön, vagy létrejöjjön, és ugye, hogy mi is benne tudjunk lenni, és minél magasabb összeggel tudjuk támogatni. Persze, ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Igen. Ugye annyit tudunk, hogy fiú lesz a születendő gyermek, és a nevét elárulhatjuk? Hunor. Hunor lesz a neve, és gondolom, hogy sportolni fog majd az ékőkeményem, hát, reméljük. Igen, valamilyen irányba biztos, hogy el fogom irányítani majd. Aha. Párodat egyébként mennyire tudtad megfertőzni te sportoddal, vagy a sporttal, vagy sportolt mielőtt megismerkedtetek? Nem sportolt, és sajnos nem nagyon tudtam megfertőzni. Pár alkalom azért részt vett az edzéseken, de hát ő is úgy dolgozott, és ugye ő azt mondta, hogy a munkája miatt nem ér rá edzeni. Én erre mindig csak azt szoktam mondani, hogy ez kifogás. Igen. De nem erőltetem rá, szóval
hogy azért, persze, mert nem sport, ugyanúgy fogom, persze, szeretni. Ugye sportolók kapcsán én is egy időben kondíztam, nagyon most is csinálom futással összevegyítve, azért mi tudunk enni. Feleségednek ilyen brutál adagokat kell főzni? Tehát azért mondjuk téged ellátni élelemmel azért az sokba kerül, mind időben a konyhában, mind pedig anyagilag? Tehát sokat kell lenni ez a sporthoz, hogy valaki csinálja? Nem mondom, hogy sokkal többet ezek, mint a többiek. Szeretem a gyomoromat, persze ez egy kicsit az utóbbi időben meg is látszik rajtam, de hát mindig azt mondom, hogy az erőgépet táplálni kell, hát valamivel. Nem mondom, hogy sokkal többe kerül, sajnos külön kell főzzünk, mert szegény Szandra gluténérzékeny lett, úgyhogy neki oda kell figyelni, persze, tényleg, hogy ilyen glutént ne fogyasszon. Én viszont próbálok ugye ilyen sporták specifikusan, persze, tényleg fehérjedúsan, meg ugye megválogatni, hogy milyen szénhidrátokat teszek, csak hát ugye az adagokon kéne néha egy kicsit csippantani. Nem könnyű dolog, főleg este 10 óra környékén érzem én is, hogy a hűtő hívogat engem, Zoli, gyere, nyisd ki, és tégy magad élete. Igen, hát én is ugye 7-8 óra magasságában végzek a teremben, utána már nem nagyon kéne enni, de hát ugye muszáj, mert akkor lefogyunk, elfogynak az izmaink. Műsor végén beszéljünk még a jövőről. Mik a jövőbeli terveid, amit mindenképpen el szeretnél érni, vagy megvalósítani? Jövőbeli terv, hogy egy nagyobb edzőtermet, és ugye bővíteni a repertoárunkat. A terveim már megvannak, itt van a fejemben, egy nagyobb hely kéne, de hát ugye sok-sok pénz. Persze. Ugye most az első nekem a családom, az, hogy nagyobb helyre tudjunk költözni, és az első gyerek után jöjjön majd a második vagy a harmadik, ez a legfőbb célom, és akkor utána jöhet majd a terembővítés. Ugye szépen, hogyha jön majd egy jobb lehetőség, ez is, mint ahogy ez is jött, így a semmiből, lehet, hogy az is fog jönni, igen, de mindig itt van a fejemben az, hogy próbáljunk még kicsit nagyobbak lenni és nagyot álmodni. Ez nagyon szép végszó volt, és kívánom, hogy valósuljon meg, és köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtad. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk voltak, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.